milánói kiállítás legszarabb hostesse nem ezen a standon van, viszont ez legalább beszél magyarul. Szevasz, Ibolya. Annyira hiányoztál már, de tényleg, tényleg. Lehet ez a kulcsmondat, az év mondata. Annyira hiányoztam neki. Szevasz. Hello. Ja, téged dobtak be ebbe a standra, vagy mi van? Szeretnél látni egy szép motort? Szeretném azt kérdezni, hogy szeretnél lenni? Hogy ne szeretnék? Mit olvasol? Supermag magazint olvasol? Jó. Csak nem benne vagy. Pont az egyik internetes kisfilmből fikáztam rommá őket. De gyorsan megnézzük, hány magyar oldal van. Hát ez 4 darab hír egy oldalon. 4 darab. Itt a szuper cucc. Kezdenek csöcsöket mutogatni a srácok. Viszont ilyen oltóteper fejű nőt nem láttam mostanában egy ilyen újságban. Te ezt nem mondod, hogy ez az az ember, akire gondolok? Haszát. Jaj, hát a segnyalás csúcsa, komolyan mondom. Hát mindegy, így kell ezt csinálni, hogy jóba legyünk egy-két emberrel, egy-két helyen. Olvasói vélemények, jó, hát ez nem ők írják, úgyhogy ez nem kerül melóba. Kölni kiállítás. Na, viszont ez egy egész jó anyag, ahogy elnézegetem. Nem? Az X10 bemutató, jó, ezt angolok csinálták. Bla 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 bla. Egy kerekezés, tehát bazd meg, ezek más nem tudunk csinálni motorral, egy kerekezzünk bármivel. Egy kerekezzünk óriás kerékkel, egy kerekezzünk talicskával, ez a tudunk, egy kerekezzünk mosógéppel, egy kerekezzünk szarabbnál szarabb motorokkal, amik nem arra valók, egy kerekezzünk kanyarból ki, tegyük le térdünket utcán, tehát ezt bírom a legjobban, bazd meg, de nem? Tehát az utcai motorozási stílus mindenhol, Kenny Pride, vagy a az angol, amelyik írja, és ezt csugalják, és engem meg rommá fikáznak az utcai száguldozásos felvételek miatt, ami 5 éve volt, vagy 6, hogy jó, mert tönkretettétek a motoros kultúrát. Rosszat a faszom, mert mondja egy olyan sportmotorost, aki nem azért vesz sportmotort, hogy húzza neki. Mondja egyet. Most nem pályáról, utcáról. Tehát azért vesznek sportmotort az emberek 180 lóerővel, hogy menjenek 90-nel. Nem. Csak ez rajtam kívül nem mondja ki senki, ezért én vagyok a mumus. Ez van. Viszont a Superbike magazinban, meg más újságokban lehet mutatni. Egy kerekező motort, és csak aláírjuk, hogy a zárt területen történtek. Faszomat azt. És komolyan, most nézd meg, ez ott az utcán, és térdeli a motort, tök fölöslegesen. Ne idegeskedj, minden jó. Na, hát ez inkább mindig fölbasszom az agyamat, most nem tudok mit csinálni. Most itt van mondjuk egy SV650-et. Szerinted ezt térdelni kell utcán? Tehát mi a faszom köze van ennek a motornak a térdeléshez? Oké, mert V2-es, meg lehet az SV650-en jól egykerekezni, de miért kell? És akkor azt, mindenhol azt hangsúlyozza, ezek érted, egy sportmotoros újságba, térdelj, bazzak, térd, ha nem vagy, nincs rá a térded, akkor nem vagy ember. Múltkor Facebookon rám csetelt egy csávó, hogy szia Dodor, segíts rajtam, le akarom cserélni a CBR 600-asomat valami haja, így, várjál így, hajabusára. Tudod így, mondom, bazd meg, tehát egy szupersportmotort lecserélsz egy ilyen sportúra genyre, miért? Kérdezem te, hogy miért? Mert arról odaadta a barátom, és a Mátrában leért a térdem. De mondom, bazd meg, azért, mert nehéz a motor, kanyarban megül a futómű, és nem olyan kurvára mindegy, hogy leér a térded, vagy nem. Nem, mert a barátaimnak leér, nekem meg nem. Tudod is így. Tisztelt csetelő, nem tudom, hogy hívnak, mert már régóta, vagy régen cseteltünk, volt egy-két hete. Most is azt mondom, ki nem szarja le, hogy leérje a térdet. Nem csak utcán, pályán is, igaz, hogy fölösleges? Ez így van, abszolút nem. Aztán, amíg arra figyelsz, hogy a térded leérjen, addig elmegy egy másodperc a kanyarba. Úgy is le fog érni előbb-utóbb. Ha nem, hogyha lebaszod azt a motort lapra, akkor egyébként nem fér el a lábad, és le fog érni a térded, a könyöked, mindened, meg a fejed a kavicsányban. Ez ki a faszom? Nem, ez... Kép. Ezt a testet. Ja, hát ez full igénytelen az egész. Várjál? De ezt többből rakták össze, mert a haja az a Bencsi Krisztályé, a modell a Pató Csilla, a segg az kié? Oncsiké? A seggér az Oncsik hasát retusálták rá. Örülök, hogy egyszer nem én vagyok így, és nem mi, mert te is voltál itt? De Jézusom, dehogy, Jézus. De öreg vagy már ilyen pucsításhoz, de egyébként legalább azt a ízét, Austin Powers és Mo, azt a... Nem? Most az pattanás lehetett a szája fölött, amit elfejtettek kiretusálni. Na, G. Miklós az, aki most már mostában kameráz, fotóz mindent a Superbike-nak. Semmi gond ezen nincs. Csávó mindenes most már, bazd meg. Csak ennyire szar fotók azért nem voltak ebben a Superbike magazinban, nem tudom hány évvel ezelőtt. Na, nem tudok erről nyilatkozni. Amíg az a srác fotózott, aki már nem itt fotózik, hanem a... Mi a neve a Harry Kék újságjának? Fast Ride. A Fast Fox. Nem. Várjál! Ez hiányzott nekem innen, ez a szöveg. Várjál! Kik írták a cikket, mindig azt nézem, hogy SB, ez biztos angol cikk. Tim Cummings. Cummings úr ír cikket nekünk mindenről.
És ez sincs, ez is egy semmi. Na, Oncsik Zoli penge élezése. Nem mondod, bazd meg, oda néz! A Mugennek csináltunk egy ruhát, mert még anno az a rendőr csávot mi öltöztettük fel Mugenba, azt úgy látszik már, mióta azt mondtuk, hogy öcsém, ide kevés vagy, azóta megfelel neki a Superbike, de úgy látszik, hogy ide mennek vissza egyébként. Nem baj. Na nézzük. Lővei Ádám Kovács Zsigmond. Tehát ez a motorozás tanéspontja körülbelül. Bocs, fiúk, de hirtelen ez jutott eszembe. Nem, nagyon rendes srácok, írnak az automotorba, írnak a Superbe, annyiféle stílust magukével tudtak tenni, hogy ez valami döbbenet, meg is van olyan pupos tartással ezzel a lővei. Az Ádám egyébként geci gyors, irigylem néha, hogy egyszerűen agy nélkül fölmegy a pályára, alig megy, és kurva gyorsan tud menni, most ugye kapott egy S1000 RR BMW-t. Arról is lesz benne szó. Kicsit még. Igen, na mindjárt megnézem, de várja, Honda CBR 1000 RR-t kapott Toncsik, hát igen. Éppen csak pár ezret ment, amit tett, visszavitt. Ha minden jónak vége is van egyszer, nekem csak az új kell, abban bizony, hogy szép lassan visszalendül a gazdaság, és ha olyan nagyon nem is megy jól talán, mint régen, azért legalább kölcsön motorra futja majd. És attól jó az Oli, bazd meg, hogy tehát márciusban megígérte nekem, hogy szét foglak baszni minden pályám, meg így, meg úgy, majd amikor minden hónapban megkérdeztem, Zoli, verseny, föl kell készülnem, még mindig föl kell készülnem, itt van november, még mindig készül, verseny még nem volt, a köridők azok nem azt jelzik, Zolikám, hogy nagyon begyorsultál volna idén. Hát igen, majd lesz valami, de hát ez is öregszik. Na nézzük. BMW Motorrad verseny láttartó szettet tett rá az Ádám a BMW-jére. A nappaliban tartja a motorját. Nem, ez nem ő. Ja, ez nem, csak itt, nem de ő. Akkor még nincs itt. Nem, mert valakiről itt ír. Ja, értem. Értem. Állítólag kipróbált a Nordschleife-t, Nürburgringet, hallottál róla? Igen, hallottam. Majd elmondja akarja, én nem lövöm le a poént. Van ilyen, amúgy van ilyen. A legjobb akkor is megtörténhet. Nem szabad elmondani, azt mondják, hogy gecik vagyunk. Na, és te mit keresel itt? Ibolya, utoljára láttam. Nem mond, figyelj! Ne! Hát ez gyere ide, bazd meg, ezt komolyan mondom. Tehát letakarom a nevét. Zolinak a barátnője. Egyébként tökre jó formálódik a csaj, legalábbis fotón így. Miért mondd azt, hogy nem néz ki jól? Most mondd azt, hogy a Niki nem néz ki jól, bazd meg. Komolyan mondom, tök jó tartása lett a csajnak. Tovább nem mondom. Amikor a szívótorok hossza megváltozik, ez az egy mondat, amin megakad a szemem. Ibolyka, mi van veled? Mert utoljára, amikor találkoztam, annyira egy hisztis hülye picsa voltál, hogy egyszer ott is hajtalak a Hungaroringen. Megálltam veled, beszélgetni, hogy mi van veled mostanában, hogy vagy, mert ugye mégiscsak egy csapatban versenyzünk. Aztán gyakorlatilag egy dolgot kérdeztem, de bepörgetted magad 5 perc alatt, kivágtál egy hisztit, a Hori is majdnem nyakon baszott szerintem ott a verseny előtt, mert majd nem, téged nem megyek, mert így, meg ez a bajom, az a bajom, és így bebasztad a lakókocsi ajtót, majd így mindenki nézett, hogy egy dolog hiányzik ennek a nőnek. Ez nem így van. Néha meg kell mutatni, hogy rend és fegyelem uralkodik a csapatban. De te nem a hisztiret nevezed annak? Aha, igen, azt. Kurva jó. Tehát az én csajom lennél, hallom. Az a helyzet, hogy senki sem lehet tökéletes. Ha nem, néha nem lenne hiszti, akkor tökéletes lennék. Milyen rossz lenne mindenkinek körülöttem. Tehát ennyi. Ennyi kell. Na viszont mivel a Niedermeyerrel tök jobb vagyunk, csinálunk egy reklámot, mert még mindig van abból a talmaórából, amiből csak 125 darab leledzik, limitált széria. Nekem van egy, én kaptam egyet, kibaszottul szeretem, nagyon jól néz ki. Superbike magazinból meg tudjátok rendelni. Mutatok neked egy nagyon szép motort, menjünk arra kifelé. Ja, nem mondod, itt van a genytanyád. De miről beszélsz, normális? Hát nekem a szép motor az itt van, nézd. Eric Table motorja. Hogy szerezte ezt meg a stand tulajdonosa? Merre? Kilóra megvette ki, Bolya? Mi? Azért mondd meg oda bele a kamerába, kinek köszönheted, kimutatod be ennek a cégnek téged? Te. Ezt abszolút, ezt köszönöm szépen. Miben támogat téged a Mugen? Ruha, hát ugye Mugen és szuper... Lefogd a mikrofonomat, majd amikor mondom, akkor. Ugye a ruhám az Mugen, és amúgy meg a teljes felszerelésemet a Superzone biztosítja. Mint a sisak, ott fönn a Scorpion sisak, mind a kesztyű a Knox-tól, csizm Arlennes, és a ruha az meg Mugen. Annyira jó lóra tettél be az meg, egy kicsit azért a versenyeken kedvesebb is lehetné velem most már, egy többet kaptál, mint én. Ezt most el kell mondjam, mert nekem kesztyűm sincs, ez sem. Jobban vigyázok rá. Nem. Szerintetek most nézzetek rám is rá. Szerintetek miért kapod többet?
Forduljunk meg, gyere, fordulj meg. Honni, told ki, told meg ki. Hát én kitolom, nézzen, ezért. Hogy azt nézd meg. Na, tessék, tehát őket vegyed. Jézus Mária. Hallod, ezek a lányok kizárólag Bridgestone gumit fogadnak be. Én meg nem használok gumit. Ha komolyat akarsz látni, menj a MIV strandra, a hölgynek nagyon komoly. Melyik strand? Itt a MIV, itt a MIV, látod? Nagyon komoly. Ja, itt MIV, ja, értem. Te tehetséges a hölgy így. Kannák végre? Aha, mert kannát tavaly találtunk, de idén még nem. Nos, mi lesz veled a jövő évben? Hát jövőre is megyünk, ugye most elég. Figyelj, annyira kurvára kamera érzékeny vagy, hogy háttal a nézők, meg ennyire azért ne legyen már laza. Nem fognak lopni. Hogy ugye megyünk otthon, nem tudom, hogy lesz-e női bajnokság. Az mi az, hogy otthon a Dunlop Trophy-ban a magyar bajnokságra Hungary. Gondolsz? A magyar bajnokság és ugye a női. Ugye most de te külön mész a gyorsági bajnokság úgymond van, férfi kategóriában, igen, ami igen. Vegyes. Igen, az utolsó versenyen ott már indultam az OB-n is, jövőre szeretnék az OB-n is menni, és a női kupán ugyanúgy, hát ha lesz, nem tudom milyen formában lesz, akkor ott. Viszont jövőre mindenképpen szeretnék elmenni külföldre valahol kipróbálni magam. Most elég sok emberrel beszélgettem, hogy hova érdemes, mit érdemes. De pályára vagy versenybe benevezni? Versenysorozatba vagy csak egy versenyre? Hát meglátjuk, szerintem még egy teljes versenysorozat. Ez attól függ, tehát most itt beszélgettem egy lányal, aki az olasz bajnokin megy. Meglátjuk, hogy például hány fordulóban fog állni az olasz bajnoki jövőre. Azért az elég kemény itt Olaszországban, gondolom, hogy ők is nagyon mennek. Hát mennek, de ott is megvannak a különbségek, úgymond az indulók között. Tehát most pont ez a lány mondta, hogy azért a elején van 3-4 lány, a többiek meg azért úgy le vannak maradva. Úgyhogy meglátjuk, hogy mire lesz elég az, amit én tudok, de... Van valamilyen mérhető fejlődésed az idejében? Ugye általában Hungaroringen mentek, ott szerveznek nagyon sok versenyt, és oda neveztél be, hogy fejlődtél valamit tavalyhoz képest időben? Hát 2-10-ről sikerült, vagy hát 10-11 körül indítottam az év elején, és 0-4 volt így a legjobb a végére. És ez jobb, mint a tavalyi legjobban? Hát mindenképpen jobb, mert tavaly ilyen 11-12-kkel végeztem, tehát persze. De hát az jónak mondhatom. Másodperc a jövőre is sikerül. És ugye tegyük hozzá ezt 600-assal, tehát azért 600-assal, ha jól emlékszem, akkor még a Riziék, amikor a GSX-er kupa ment, akkor a igazi utcai gumival, meg széria motorral nem ilyen jobban felkészített el, mint te, de akkor is 2-0-0-át tudtak, és a fiúk az amatőr elejét tudott menni a 600-assal 2-0-4-et, tehát így nézzetek rá, hogy egy nő, amikor 2-0-4-et megy 600-assal, az milyen eredmény. És azért hozzátenném, hogy az idei évben azért nem is tudtam annyit motorozni, mint amennyit terveztünk. Hát, hogy férhez mentél, ugye, hát meg. Terhesen nehéz, nem? De... Szarvó tartani egyik kézzel a gáz, másik, meg a babakocsit húzni, érted? A sikán beelakadt mindig. Nem, ezt majd jövőre, tudod, ezt a jövőre, de nem tudtunk olyan sokat menni, meg az idő se volt most. Ez férfi az életedben jövőre? Na, még az ezt is lehet, tervezed, vagy egy nő, vagy egy nő, még nem tudom, tehát majd még elválik. Ibolyát. És a Mugen felfedezetjét látjátok, nekem köszönhetően ez van. Szóljatok a szponzor kell, behozlak titeket a Mugenhoz.